Köszöntöm a nézőket! 2020 a Nemzeti Összetartozás éve a trianoni békeszerződés 100. évfordulójának tiszteletére. Ehhez kapcsolódik egy kezdeményezés, amely a székely autonómiához és a gazdasági erősödéshez kapcsolódik. Itt van a stúdióban vendégem Lukácsi József, aki támogatója ennek a kezdeményezésnek, ahol nem más a cél, mint 1 millió aláírásnak az összegyűjtése. Köszöntöm a stúdióban! Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát így is lehet mondani, hogy támogatója lényegében több mint 30 éve foglalkozom a határon túli magyarok sorsával, a határon túli politikával, közélettel, és végül is ez az említett kezdeményezés is valahol ezekbe a kategóriákba tartozik. Pontosabban arról van szó, hogy a Székely Nemzeti Tanácsnak az elnöke minden év októberének utolsó vasárnapján közös imádkozásra hívja a keresztény magyarságot a Székely Autonómia és Szabadság napján. Ez a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte a Nemzeti Régiók Európai Polgári kezdeményezését, hogy így mondjam, ami tulajdonképpen azt célozza, hogy az egész Európa területére vonatkozólag, de itt most szűkebben a határon túli magyarokról van szó, a nemzeti kisebbségek által lakott régiók a többséghez hasonlóan részesüljenek egy átfogó és harmonikus gazdasági segítségben, fejlődésben, hogy azonos körülmények között tudják végezni a mindennapi tevékenységüket és szervezzék létmódjukat. Egyébként ez a kezdeményezés, hogyha jól tudom, ez nem most indult, tehát nem most tanában indult, nem múlt évben, hanem már évekkel visszamenően voltak ezzel kapcsolatban kezdeményezések a Székely Nemzeti Tanács elnöke részéről. A nemzeti régiókkal kapcsolatos kezdeményezés már régen elindult, és mintegy a Székely Nemzeti Tanács 6 éven keresztül perben állt az Európai Bizottsággal, és aztán miután a dolgok rendeződtek 2019 végén, jutottak el, vagy jött létre az a lehetőség, hogy ezt a nemzeti régióval kapcsolatos polgári kezdeményezést elkezdjék, és ez tulajdonképpen egy nagyon hosszú procedúra, mert ahhoz, hogy valami történjen és elinduljon, 7 országból, az Európai Unió területén található 7 országból szükség van 1 millió aláírásra. Ezt az 1 millió aláírást hitelesítik, és utána a megfogalmazása, a követelések az Európai Parlamentnek az asztalára kerülnek. Az Európai Parlament köteles ezekben a témakörökben egy vitanapot tartani, és valamilyen határozatot vagy törvényt hozni, ami aztán az Európai Tanács asztalára kerül, és ott ezután fog eldőlni, hogy egyáltalán a nemzeti régiók gazdasági felzárkóztatására vonatkozóan lesz-e valamilyen európai léptékű törvény, vagy nem. Ugye 1 millió aláírást kell összegyűjteni, említette ezt a 7 országot. Ha elmondaná ezeket az országokat is, hogy ha jól tudom, akkor a Kárpát-medencében 3 ország az, ami nagyon nagy jelentőséget képvisel, és a többieknek pedig ugye a küszöbértéket kellene elérni. Hát az országok, így a 7 ország nincs meghatározva. Nyilván, hogy az aláírásoknak legnagyobb része ebben az esetben az anyaországból és a határon túli régiókból, magyarok lakta régiókból, tehát Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből kell, hogy összegyűjjön. És azokból az európai országokból, ahol szintén nemzeti kisebbségek élnek, ilyen például Spanyolország, most aláírásokat gyűjtenek a katalán szövetségi államba. Úgyhogy amennyiben sikerül 7 államból ezeket az aláírásokat összegyűjteni,
akkor ezt a dolgot, akkor ezt a folyamatot el lehet indítani. Sajnos eddig nagyon-nagyon kevés aláírás gyűjt össze. Összesen az említett területekről 125 ezer aláírás gyűjt most össze, ami nagyon kevés. Nagyon szorít az idő, tulajdonképpen csak 2 hónap van hátra, és a 2 hónap alatt kellene a hátralévő irdatlan mennyiségű aláírást összegyűjteni. Mindenki megmozdult, a határokon túli régiókban, az anyaországban sajtótájékoztatókat tartottak azok az emberek, akik ezekkel a területekkel foglalkoznak. Például Tőkés László Erdélyben 3 helyen is, 3 nagyvárosban is tartott sajtótájékoztatót ezzel kapcsolatosan, legutóbb múlt pénteken Kolozsváron. Mondta, hogy nagyon alacsony ugye eddig ez az aláírásgyűjtés, ahol tart. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire alacsony szinten van? Hát egyrészt az érdektelenség, de másrészt az embereknek az érdektelenséget nem is tenném az első helyre, mert az emberek csak lépni valamilyen irányban csak akkor tudnak, ha valamiről van tudomásuk. Már pedig ez a folyamat elindult, elkezdődött, és úgy az anyaországi sajtóban, mind a határon túli sajtóban igen kevés publicitást kapott. Ezt ugyanabban a vehemenciával, mint az elmúlt napokban, minden héten kellett volna megemlítődjön. A január-februárban például az erdélyi közélet el volt foglalva az RMDSZ megalapításának 30. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekkel. Azelőtt ugye november-decemberben a romániai forradalom 30. évfordulójával, tehát egy csomó esemény volt, és valahogy ez a rendkívül fontos kezdeményezés a Székely Nemzeti Tanács részéről, ez valahogy nem kapta meg a megfelelő publicitást, és nagyon kevesen emlékeztek meg róla, nagyon kevesen buzították az állampolgárokat arra, hogy éljenek aláírási jogukkal. Pedig, ha jól tudom, akkor elég egyszerűen lehet egyébként leadni az aláírást. Nagyon egyszerűen a nemzeti régiók.eu honlapon nagyon egyszerűen 2-3 perc alatt az aláírásokat meg lehet ejteni. 3-4 variáció is van, ami a hivatalos adatokat illetően fel lehet használni, az útlevelet, a jogosítványt, a személyazonosságotnak a számait és adatait, tehát nagyon meg van könnyítve, és jó lenne, hogyha az emberek egy kicsit egy 24 órájukból, vagy 12 órájukból 2 vagy 3 percet áldoznának arra, hogy ezt megtegyék, hiszen hogyha ez megtörténik, ez nem csak a nemzeti régióban tevékenykedő, élő és lakó nemzeti kisebbségek számára egy pozitív esemény, hanem hogyha ők elérik azokat a célokat, amelyeket ebben a kezdeményezésben megfogalmaztak, akkor annak pozitív visszahatása van az anyaországra is, és a szomszédos régiókra is. Ugye az elején elmondtam, hogy önt hogy hívják, de azt nem mondtam, hogy a Vörösmarty Társaság alelnöke, és hogy marosvásárhelyi származású, ezért is állt, gondolom én, a kezdeményezés mellé. Itt lehet tudni egyébként ott kint a Székelyföldön élőkről, hogyan élik most meg az ott kint létet, az ott élést, és miért szeretnének ennyire autonómiát? Hát az autonómiát azért szeretnék, ugye ennek az autonómiának van egy úgynevezett több lépcsős definíciója, tehát beszélünk személyelvű nyelvi, kulturális, oktatási és területi autonómiáról. Itt a területi autonómiáról van szó, amit a román állam semmilyenféleképpen nem akar megadni, mert mindenféle kezdeményezést elszakadási szándéknak minősít. Holott itt csupán arról van szó a területi autonómia esetében, hogy saját közigazgatási rendszert alakítanak ki, amelyben alkalmazzák a szubszidiaritás elvét, tehát az, hogy minden helyben dőljön el. Részleges önállóságot nyernek el a gazdasági élet a vállalkozás területén, amellett pedig a részben a pénzügyi tevékenységek területén, és megvannak ilyenkor a megfelelő együttműködési klauzulák a karhatalmi szervekkel, azaz a rendőrséggel és a honvédelemmel.
Tehát ez csupán egy keret megállapodás arra, hogy a nemzeti kisebbségek a saját életterükben a nemzeti többséghez hasonló hatékonysággal, eredményességgel és jogok közepette tudják a mindennapi tevékenységüket és életüket élni. Ugye mondtam az elején, hogy a Székely autonómia erősítését és a gazdasági előrelépését vagy erősítését célozza meg ez az aláírásgyűjtés. Hogyha az autonómiát megkapnak, akkor tudnának csak erősödni? Vagy gazdaságilag? Vagy ezt hogyan kell elképzeljük? Hát az autonómia az olyan jogosítványokat jelent, ami mindig többlet lehetőséget biztosít a mostani lehetőségekhez képest. Ugyanis a nemzeti régiók területén élő társadalmak általában avval a mindennapi problémával küzdködnek, hogy az általuk elvégzett mindennapi munka, annak minősége, mennyisége, a hozzáadott érték és a befizetett adókhoz képest mindig kevesebbet kapnak vissza, tehát mindig egy alacsonyabb szinten próbálják ugyanazt a teljesítményt elérni, mint mondjuk a többségi nemzet tagjai más területeken, megyékben. És ez ilyen kezdeményezés, az nem, tehát ilyen jelenségek nem csak a szűkebben, a, mondjuk a Székelyföldön vagy a Párciumban vannak, ezelőtt évekkel Kolozsváron Szörcs Géza és Szabin Germán, az utóbbi szintén író, esszéista, közéleti ember, egy egyesületet alapítottak, amely a gazdasági vonatkozásban is az egész erdélyre kiterjedt, hogy az ott megtermelt javak után járó adókat, azokat helybe fizessék be, és helybe osszák újra, és ne kerüljenek ezek a pénzek Bukarestbe, mert Bukarestből Erdély az onnan befizetett pénzekhez képest minimális összegeket küld. Na most kicsibe ugyanez a helyzet mondjuk a Székelyföldre is, a Párciumban az interetnikus területekkel, mondjuk Nagyváraddal és környékével, Szatmárnémeti és környékével, de még Kolozsvár és Temesvárról és Aladról is ugyanezeket a vonatkozásokat, jellemzőket el lehet mondani. Tehát meg lehet nézni azt, hogy mondjuk Belgiumban nagyon kevesen beszélnek róla, van egy német autonóm terület, ahol német anyanyelvű emberek élnek, külön kis parlamenttel, közigazgatással, külön autonóm gazdasági vállalkozásokkal, tevékenységgel, és azok a lehetőségek megvalósulnak ott, amiről én beszéltem. De hát Svédországban van finn kisebbségi autonómia, Finnországban van svéd kisebbség, ott is van egy megfelelő autonómia, hogy Spanyolországról ne is beszéljek, vagy ott van a mindenki által sokszor példaként emlegetett Dél-Tirol, ami ugye Olaszországhoz tartozik, de hát németajkúak lakják. Úgyhogy van az autonómiának és az autonómia szegmenseinek egy jól kialakított gyakorlata az egész Európa területén. Sajnos az Európai Unió és az Európai Bizottság, az Európai Tanács érdemben ezekkel a dolgokkal az elmúlt 20-25 évben, mióta tulajdonképpen a közép-európai országokat az Európai Unióba felvették, nem foglalkozott. Az biztos, hogy az anyaországból és a határon túli területekről képviseletet biztosító európai parlamenti képviselőket is nagyon-nagyon ritkán lehetett hallani ezekről a kérdésekről, Tőkés Lászlót leszámítva. Ő mindig ezeket a dolgokat megemlítette, mindig a magyar és a határon túli kisebbség jogairól beszélt. 15 évig volt tagja az Európai Parlamentnek, és nem akármilyen munkát végzett. És akkor most, ha jól tudom, akkor május 7-ig gyűjtik ezeket az aláírásokat. Hogyha meg lesz ez az 1 millió aláírás, akkor mi történhet?
Mi a következő fokozat? Az, amit az előbb elmondtam, a hitelesítés következik, és akkor tulajdonképpen a Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott követelmények, azok az Európai Parlament asztalára kerülnek, egy evel kapcsolatos vitanapot tartanak, ahol valamilyen fajta határozat születik, ami aztán az Európa Tanács asztalára kerül, és akkor fog eldőlni, dőlhet az el, hogy lesz ebből valami, vagy nem. Nagyon meg van nehezítve ez a dolog, mert az Európai Bizottság nem nagyon szereti és fél a közvetlen politikai részvételtől, a népszavazásoktól is még jobban. Hát tudjuk, hogy az európai alkotmányt nagyon sok nyugat-európai országban leszavazták, és tulajdonképpen lisszaboni szerződés címen aztán hozták vissza az Európai Parlamentbe, illetve az Európai Tanácsba, és úgy szavazták meg. Tehát nagyon nehéz dolgok ezek, és az érdektelenség is azért szerepet játszik. Azért nagyon reméljük, hogy akkor május 7-éig még azért van 2 hónap. Hát mindenkit arra buzdítok, hogy ezt a 2 vagy 3 percet valamelyik nap ő is családtagjaival együtt áldozza el az aláírásra, és a munkatársainak, barátjainak, családtagjainak, egyesületi társainak, stb. Szintén tegyen elő említést, hogy segítsük azokat az embereket, akik mindig is segítettek minket az elmúlt 100 év történetében különösen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a meghívást. És akkor tényleg felhívjuk az önök figyelmét is, hogy a nemzetiregiok.eu honlapon egy-egy kattintással álljanak a jó ügy szolgálatában. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak az Esti Mérlegben. Viszontlátásra!